Az első és legfontosabb tényező az ember az innováció technológiai transfer folyamatában. Nyilván kellnek nagyon jó menedzsment képességek, kell tudni céget építeni, céget szervezni, kell tudni piacra juttatni ezt a terméket, amire ha valakinek jó képességei vannak, tud céget építeni, tud céget vezetni, akkor gyakorlatilag meg fogja találni a megfelelő embereket. Nagyon kis része ténylegesen innovatív, főleg a KKV szektornak. A magyar K plusz F, tehát kutatóhelyeknek a közel kétharmada egyébként a kisvállalati szektornál van, de ezzel együtt is nemzetközi összehasonlításban nem túl innovatív a hazai vállalkozói szektor. Azt lehet érzékelni, hogy az elmúlt években ugye a Jeremy programok felfutásával, illetve Budapesten kormányzati szándék és kormányzati tevékenység mellett kialakult innovációs infrastruktúra mentén elég sok startup cég indult, de egyébként az, hogy ebből mennyire sikeres, ez majd a jövőben fog kiderülni. Konkrétan fizikai inkubációt azt hiszem elég sok helyen lehet találni már az országban. Az elmúlt években, az előző 7 éves ciklusban ez egy kiemelt, támogatott terület volt. Elég sok inkubátorház létesült. Konkrétan például a Budapesti Kereskedési Parkkamránál is van egy fizikai inkubátor. Ugye a kollapszra azt kell tudni, hogy ő eleve is Jeremy programban résztvevő, seed money támogatást juttató, illetve mentoráló cég, és velük közösen hozta létre a kamara ezt a fizikai inkubátort, tehát például ott is nyugodtan lehet próbálkozni. Ugye azt látjuk, hogy a most indult 7 éves támogatási ciklusban 2014-2020 között uniós szinten kiemelten támogatott a KKV szektor innovációja. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a 800 milliárd eurós 7 éves uniós költségvetésből a cél az, hogy 20%-ot a KKV-k hozzanak el, és ugye ezt mutatja az is, hogy még korábban ezek az innovációs pénzek csak konzorciumban, elsősorban egyetemi vezetésű konzorciumokkal voltak pályázhatók, addig ma már vannak közvetlen KKV-k által pályázható pénzek. Mindenképpen azt javasolnám, hogy elsősorban érdemes átnézni az Európai Unió hivatalos honlapját. Jövő év elejétől várható egy Fast Track to Innovation nevű másik kezdeményezés, ahol szinte bármilyen ötlettel egy-egy vállalkozás önálló is bepályázhat, vagy tudom ajánlani a BKIK-nak a pályázatfigyelő szolgáltatását, szintén online elérhető a kamarának a weboldaláról, és hát természetesen a tanácsadó cégeket is lehet nyugodtan keresni, mert ezek általában komplex projektek, amihez nem árt, hogyha van valamilyen szakértelem a háttérben.